Testvérvárosaink delegációi nem csak a Szent István napi koszorúzáson vettek részt, a kultúrával foglalkozó szakemberek egy szakmai napot tartottak a Futurában. Ezt tavaly láttam egyébként Sepsiszentgyörgyön, ott a főépítészek konferenciáját rendezték meg városépítészet, városgazdálkodás témakörben. Onnan jött az ötlet, hogy csináljunk. Maga az, hogy itt a Futurában és hogy a fesztivál szervezőket ez megadta, adta magát, de szerintem ez így helyén is van. Valahogy a kultúra közvetítésnek azokat a technikáit, tematikáját próbálják egymástól ellesni szerintem, ami valóban a jó gyakorlatok kapcsán másolható is akár. A fesztivál idején tehát megpróbáljuk a Magyarország legnagyobb előadóit elhívni. A nyári fesztivál Szent István napok szervezési részleteit, háttérmunkáit ismertette hazai részről Csiszár Péter, a Feskároly Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Megpróbáljuk a legjobb fénybe bemutatni a településünket, vagy akár a cégünket, vagy akár a rendezvényünket, de az igazi érdemi eszmecsere az mindig utána fog történni, tehát amikor tényleg egy pohár ital mellett leülünk és átbeszéljük azokat a problémás kérdéseket, és tényleg valós kérdéseket, amik tényleg egy rendezvény szervezéssel, vagy akár városmarketing kérdésbe felmerülnek, akkor van az igazi érdemi eszmecsere. De olyan szempontból is azért fontos egy ilyen workshop, a véleményem szerint, hogy tényleg bemutatkozhassunk, átláthassuk a dolgokat, és utána tényleg személyesen, face-to-face meg tudjuk beszélni azokat a kérdéseket. Erdély testvérvárosunk Sepsiszentgyörgy arra készül, hogy összefogva a székelyföldi városokkal 2021-ben Európa kulturális fővárosa legyen. Ehhez várják a mosonmagyaróváriak támogatását is. Vannak olyan területek, amelyekre szeretnénk koncentrálni, ez többek közt a város és vidék viszonyára útvonalakat tervezni. Fontos szerepet tölt majd be a pályázatban a Lendárt, ami sajátosság a környékünknek, és sokan foglalkoznak vele, tehát kortárs képzőművészet, de Sepsiszentgyörgynek nagyon erős színházi háttere van, 4 színház működik a városban, és itt van a térség egyedüli táncszínháza, tehát Románia első táncszínháza. Egy elhaló már-már falunappá változó rendezvényt fordítottak ki a sarkából Somorján. A Pomli Fesztivált egy korábbi Dunamederben rendezik meg. A Kárpát-medencéből 20 borász várja a kilátogatókat, akár Mosonmagyaróvárról is most hétvégén, azaz pénteken és szombaton. Lehet mondani, akár főleg népzenei vonalon, világzenei vonalon leszünk erősek, pénteken a Gimest, majd a Budafolk bandet lehet meghallgatni, de talán a sztár fellépők mellett az, ami viszi, az a 20 borászat, ugyanis a 20 borászatnál meg lehet kóstolni mindegyiknél legalább egy 10 fajta bort, tehát hogyha valaki szeretne egy ilyen bizonyos térképet magába kialakítani a Kárpát-medence tavalyi bortermeléséből, akkor erre most nálunk lehetősége lesz. A szakmai nappal a meglévő jó gyakorlatok és ötletek cseréjére adott alkalmat városunk. A különböző helyekről érkező szakemberek közti kapcsolat minden településen tovább színesítheti a kulturális palettát, erősítheti a testvérvárosi kapcsolatokat.